Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! A Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány második podcast adásával jelentkezünk. A mai adásunkban kalandozásokkal, kalandozó hadjárottokkal fogunk foglalkozni. Beszélgető partnereim B. János történész, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa, és Bácsacsai Dániel, az LKH Bölcsészet Tudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet történésze. A Kalandozások a szájhagyományban egy ö, dicső ö, kornak a, a képét festik le előttünk, és ö, engem az érdekel nagyon ebbe a, a, a kérdéskörbe, vagy ebbe a, a témába, hogy, hogy tulajdonképpen mi is az a motiváció, ami az egyént, vagy kisebb társadalmi csoportot, vagy, vagy, vagy a politikai hatalmat ezekre a hadi vállalkozásokra késztetik. Ugyanis hallunk mindenfélét a médiában, olvasunk mindenfélét a történelemkönyvekbe, egészen a zsákmány szerző rablóhadjáratoktól, a elit katonai alakulatok zsoldos hadserekként való felbérelésén keresztül egészen odáig, hogy különböző őseink kincsei után való ö, nyomozás vagy felkutatása azoknak, vagy csak egyszerűen Európa ö, katonai felderítése volt a cél ezeknek a hadjáratoknak. Tehát igazából a motivációról beszélünk egy kicsit, hogy hogyan is képzeljük el ezt a kort. Itt az említett okoknak, a, a, amik, amiket ugye most hallottunk, azok közül sok megállja a helyét, talán éppen a felkutatott avarkincsek, ö, vagy az avarkincsek felkutatására vonatkozó elképzelésbennek lehet kevés igazság magja, de amúgy, ami itt elhangzott, tehát az, hogy egy zsákmányszerző vetülete is van ennek a dolognak, egy zsoldosként való ö, részvétel ö, is, is ö, része a, ugye ennek a célhierarchiának vagy ezeknek a céloknak, az, az az elfogadható. Mégis egy dolog nem hangzott el, ami szerintem a legfontosabb cél, vagy legalábbis a leginkább kívánt cél, a politikai, a magyarság, vagy a Magyar Törszövetség, Magyar Fejedelemség, nem ezzük, így vagy úgy, úgymond központi akaratának, az Árpádok udvarának, kikényszeríteni a, a leginkább veszélyes e, nyugati illetve balkáni e, népektől, úgy értem, bizánctól, birodalmaktól, e, vagy a német királyságtól, a születőfőben lévő német királyságtól a rendszeres adót. Tehát egyfajta e, magasabb rendű politikai célja is lett volna ezeknek a e, hadjáratoknak. Röviden. Én azt gondolom, hogy a korábbi történeti kutatás egyik legnagyobb problémája az az volt, hogy jellegzetesen európai módon egy, egy okúságot feltételezett. Tehát mindenki letette a voksát egyetlen egy ok mellett. És azt köröm szakadtáig védelmezte, és minden mást pedig elutasított. ugye ez valójában fittyet hány arra a valóságra, amiben minden nap élünk. Tehát valójában annak is sok oka lehet, ha valaki lemegy reggel a közértbe tejet, meg kenyeret venni. Tehát az se egy okra vezethető vissza, nemhogy egy ennyire ponyolult, magasan szervezett akciósorozat, mint ez. És nyilvánvaló, hogy érdemes megkülönböztetni a politikai elit, ennek az államszervezetnek, a vezetőinek a motivációját, a céljait. Érdemes megkülönböztetni a résztvevőknek a céljait, ezek nem feltétlenül esnek egybe. Hát ha valaki belegondol, lehetnek a mai Magyarországnak is geostratégiai céljait, azért az állampolgároknak a hétköznapjait nem a geostratégiai célok szabják meg, hanem a személyes boldogulásuk, az egyéni jólétük. És ugye, ha belegondolunk abba, hogy ebben az időszakban valószínűleg, mint minden Sztyeppe állam esetében, a lakosságot csak a politikum határain belül terhelte honvédelmi kötelezettség, és azon túlra legfőjebb a hivatásos fizetes, fizetett harcosokat lehetett elvinni, minden további nélkül, akkor be kell látnunk, hogy nagyon kellett akarni a Magyar Törzszövetség számos állampolgárának, hogy ő távoli, bizonytalan kimenetelű, az életét is veszélyeztető vállalkozásokra menjen a határokon túlra. És hát azt gondolom, hogy, hogy ez a, lehet, hogy nem ez a legfontosabb motiváció a célhierarhiában, de azért szemmel látható az, hogy ez egy nagyon fontos része kellett, hogy legyen az egész vállalkozás sorozatnak. Tudnék, ennélkül nem lett volna olyan számottevő katonai erő, amit akár zsoldosként áruba lehetett volna bocsátani, vagy aminek a segítségével lehetett volna ezeket a geostratégiai politikai célokat elérni, a szomszédokkal szemben kikényszeríteni. És hát el is jutunk oda, hogy ismerve azt, hogy mondjuk a későbbi, középkori Európában mely népeknek a fiai vállalkoznak zsoldosként arra, hogy külföldön harcoljanak, azért látszik, hogy ez nem feltétlenül a jól menő gazdag helyeknek a sajátossága egy csomó esetben, hanem lát, látszik, hogy vannak fizetőképes keresletet jelentő régiói Európának, meg vannak olyan, olyan helyek, mint Svájc, ami ma már kőgazdag, de azért 500 évvel ezelőtt, vagy 1000 évvel ezelőtt az egy szegény Hely volt Európában, vagy Skócia, ami ma szintén egy jól menő hely, de még 400 évvel ezelőtt is tömegesen mentek katonának szerte a világba a skótok. Szóval, hogy ezek a helyek nem a gazdagság és a könnyű jól megélhetés lehetőségét kínálták az ott lakó embereknek, és hogy ennek fényében lehet azt látni, hogy vonzóvá vált a külföldi katonai szolgálat az emberek életének a kockáztatása a megfelelő anyagi gyarapodás reményében, már pedig úgy tűnik, hogy a honfoglalás után a törzszövetség katonai vállalkozásai azok felettébb sikeresek voltak, és évtizedről évtizedre e, megbízhatóan szolgálták a résztvevők anyagi gyarapodását. Úgyhogy én ezt semmiképpen nem becsülném le, mert egy olyan világban, ahol ezzel lehet kiugrani a közösségben és a társadalomban, e, mind a mentális megbecsültség tekintetében, mint pedig a szűkebben vett anyagiak értelmében, ez bizony egy fontos hajtóerő lehetett. Mondhatjuk azt a másik oldalról, hogy itt van egy csomó tetrekész férfi ember, akik egyébként a steppéi társadalmakban szokásos módon a fölös energiáikat leginkább azzal szokták levezetni, hogy egymást vágják kupán kocsma még nincsen, de az ismert a jelenség később. Most az államhatalom számára, a törzsi nemzetségi vezetők számára az egy szerencsés uh, megoldás erre a problémára, hogy ne belül halmozódjanak a feszültségek, hogy ezt az energiát levezetik, és ezt általában azt sztyepei népek kifelé az idegen népek felé szokták levezetni. Ugye ez a, ezek a tényezők teremtik meg azt a katonai potenciált, amit egy ilyen államszervezet vezetői aztán stratégiai célokra tudnak kamatoztatni. És ebben az esetben is, eh, amikor megteremtődik az a tömeg, amivel aztán el lehet indulni háborúzni, akkor válik lehetővé az, hogy magasabb rendű célokat tűzzön ki az államvezetés, mint például a szomszédok megadóztatása, vagy akármilyen más felállás, vagy éppen a szomszédok meggyengítése, ami azért szintén egy fontos célja ezeknek a vállalkozásoknak. Nyitva a felvonulási terület biztosítása, tehát hogy olyan szövetségeket kötni, kényszeríteni rá a gyengébb szomszédokra, amelyel elérhetővé válnak azok a távoli gazdag célpontok, mint amilyen a korabeli Itália, Észak-Itália, vagy vagy ö, ö, a lotaringiai régió, ami mégiscsak a korszak ö, leginkább fejlődő gazdasági szempontból, leginkább ö, ö, fejlett területe volt. Ugye több ilyen szövetségesről tudunk, ugye az egyik a, a már a 900- az, az évektől kezdve, tehát az első két évtizedében a kalandozó hadjáratoknak. Két fontos szövetségesre tesz szert a, a magyarság. Az egyik ugye a bajor Arnulf, akinek azért komoly tapasztalatai voltak a, a magyarok elleni hadakozásban. Ő maga az apját is egy ilyen harcban beszítette el, ugye Liutpold őrgróf, aki a pozsonyi csatának az egyik hadvezére volt nyilván a, a, a keleti frank oldalon, e, és maga Arnulf is egy alkalommal az In melletti csatában győzedelmeskedett a, a, a magyarok fölött, de mégis az a nyomás, az a katonai erő, ami ami a magyarok javára billentette a mérleget, az számára is azt, azt a megoldást tette kedvezőbbé, hogy hogy biztosítsa a magyarok számára a felvonulási területet Bajorországon keresztül, már csak azért is, hiszen a, neki is voltak ellenlábasai a birodalomon belül. A, a, a magyarok egyik legfőbb célja az volt, hogy megtörjék a éppen aktuális német, ugye keleti Frank uralkodónak az erejét, és ezt leginkább a magterületein tudták megtenni. Frankföld első Konrad király, Frankföldről származott, Frankföldi herceg volt, és innen került a, a, a német trónra. Arnulf természetesen szintén szívesen látta volna magát ezen a, ebben a pozícióban. És, és egyrészt kényszerűségből, másrészt pedig a maga hasznát is látva ebből, együttműködött a magyarokkal. Egy időben maga is oda menekült a 916-ban, a, a, a magyaroknál keresett menedéket a birodalomon belüli ellenfelei elől. A másik, egy ilyen, másik példa, szintén a németek hátában éltek, ugye szláv népek, mint például a dal, dalemincek, vagy glomácsok, ahogy állítólag magyar nyelven nevezni szokták őket, szintén a, a magyarok kényszerű szövetségesei voltak. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez szintén egy, ugye a célhierarhiában egy fontos elem ezeknek a területeknek a biztosítása akár a megfélemlítés, akár a, vagy ezzel párhuzamosan ugye a kényszerű szövetség megteremtésével. Azért fontos látni, hogy a magyar nézőpont a korabeli európai eseményekre az nem biztos, hogy mindenki számára egyformán releváns. Tehát ugye minden a Kárpát-medencéből, a környező területeket, besoroljuk ebbe a kényszerű szövetséges kategóriába, amiben ezért hozzácsapnám még Berengár-itáliai királyt, akivel aztán, akivel aztán igazán nagyot nyertek a magyarok. És hát nagyon jellemző a, az íve ezeknek a történeteknek. Ezek a, a helyi uralkodók, ezek mind a magyarok ellenségeként kezdik. 899-ben az egyik legnagyobb magyar győzelem az Pont Berengárral szemben történik meg a Brenta folyónál és aztán ezekből az uralkodókból a magyarok leghűségesebb szövetségesei lesznek, mert mind Arnulfnak, mind Berengárnak sokkal-sokkal több baja van a saját birtokain és birodalmán belül, mint a határokon kívül, és egy jól használható katonai segéderő a határokon túlról, az bizony a mérleg nyelve lehet ezekben a belső küzdelmekben, és hát valójában jól látszik az, hogy a felbomló, félben lévő frank birodalomban ezek a belső konfliktusok a szereplők számára ezerszer fontosabbak, mint bármilyen külső rabló csapat vagy külső hatalomnak a támadása, hiszen ezek a támadások kevés kivételtől eltekintve nem fenyegetik a, a veszteseket a területek elvesztésével. Tehát ugye a vikingek sem hódítják meg azokat a területeket Nyugat-Európában, amiket megtámadnak, és a magyarok is csak egy icike-picike darabot harapnak le a keleti frank birodalom keleti szegélyén. Nincs arról szó, hogy Arthunufnak félni kéne, hogy a magyarok meg fogják hódítani Bajorországot, vagy Berengárnak félni kéne, hogy a magyarok meg fogják hódítani Itáliát, és ezért nekik egy életre halára szóló harcot kéne vívni az idegen hódítókkal. Valójában nagyon gyorsan megtalálják azt a modus vivendit az újonnan érkezett szomszédos hatalommal, amivel a magyar erőforrásokat a saját céljaik érdekében e, tudják beforgatni. Ugye ugyanezt teszi Bizánc is a kezdet-kezdetétől fogva, onnantól kezdve, hogy a bizánciak látókörében föltűnik a Magyar Törzs a Fekete-tenger északi partvidékén, onnantól kezdve ők ezzel, mint potenciális katonai szövetségessel számolnak, és nyerbe is ütik a szövetséget, és ennek a szövetségnek köszönhetően Sikerül aztán a Balkánon élő bolgárokat egy két háborúra kényszeríteni, amiben a magyarok súlyos vereségeket mérnek a, a bolgárokra? Bocsánat, csak egy pillanatra hadd vitatkozzak egy nagyon apró dologban. A, ugye Berengárt illetően most az jutott eszembe, hogy azért a, itt a magyarok feltűnése Itáliában, de egyébként a keleti frank birodalomban is azért egy irtózatos sokkal jár. Tehát, hogy itt nem arról van szó, mint Bizáncban, hogy, hogy aminek ugye évszázados hagyományai vannak már a, keletromai kelet birodalom idejétől kezdve, hogy a birodalom határán feltűnő sztyeppei népeket felhasználják arra, hogy a saját érdekeik érvényesüljenek. Itt, itt azért szerintem legalábbis, ami itt a 899. -900. évi Itália hőderat történetéből kibontakozik. Azért ez egy legalább olyan sok, mint amilyen a magyar országi tatárjárás esetében történt. Tehát azért azzal a különbséggel persze, hogy, hogy negyedik Béla nem lett adófizetője, nem lett szövetségese a tatároknak. Noha ez ez az, az ajánlat, ez a lehetőség, azért hosszú évtizedeken keresztül ott lógott a levegőben, ha jól emlékszem, legalábbis az 50-es évek, 60-as években ez mindenképpen így lehetett, de ez most egy másik téma nyilvánvalóan. Hát és negyedik Béla nem hívott be tatárharcosokat a saját otthoni ellenségeivel szemben. Így van. Ugye így aztán van. a unokáját megvádolták a második tatárjárás alkalmával ezzel a politikai ellenfelei. É. Én azt gondolom, hogy a politikusok azok a világ minden tájékán, és ezer évvel ezelőtt is csak politikusok voltak. Ha most valaki belegondol abba, úgy Józan Paraszt észszel, hogy itt van a Derék Arnulf, akinek az édesapját a Breslau-Zupurgi csatában a magyarok gyilkolják meg, és eljön az a pillanat, hogy ez az Arnulf a magyaroknál talál menedéket, mint száműzött, akkor azért be lehet látni, hogy ezek a, az emocionális dolgok, amik egy, egy hétköznapi ember számára meghatározóak, vagy elképzel, vagy éppen elképzelhetetlenek, azok egy politikus számára teljesen másként működnek. Tehát a tegnapi ellenségem, az simán lehet a holnapi barátom és hűszövetségesem, és hát a berengár is így járt, tehát akár sok is volt a, az itáli lakosság számára ez a magyar hadjárat, valójában mégiscsak az a helyzet, hogy Ebből ő tőkét kovácsolt, és a magyaroktól való félelem, az már önmagában egy olyan erővé vált az ő kezében, hogy azt mondta a rakoncátlankodó helyi uraknak, hogy hát jó, hát akkor behívjuk a magyarokat, ha, és egy, mindenki vessen magára. Egy másik aspektusra azért hat hívjam fel a figyelmet. Liut Prand, aki az itáliai eseményekről azért elsősorban ő tájékoztat minket, azért itt a 921-922. évi magyar, hadjáratot azért úgy írja le. Ugye hosszú évtizedeken át nem mennek újra magyarok Itáliába, azért ez is sok mindent jelent, legalább 15 évig, de szerintem inkább 20. Nem járnak magyarok Itáliában. Ennek is mi lehet vajon az oka? Rendesen megfizették az adót évente az itáliaiak. Tudták a magyarok, hogy mesés gazdagság várja őket Itáliában, de mégsem jártak ott. Vajon Nincs konkrét adatunk arról, hogy adófizetők lettek volna, de én azt gondolom, hogy azok voltak, de ez, ez már ugye vita kérdés. Mindenesetre 921-ben Liutpont szerint megjelennek a magyarok ö, Itáliában egészen véletlenül. Tehát nem, nem tudott arról Berengár, hogy, hogy éppen arra járnának, de ha már úgyis ott jártak, akkor véle, ha már ez a szerencse így adódott, akkor felbéreli az egyébként tényleg kíméletlen harc folyik az Itáliai trónért, akkoriban a, a, az ellenfelei ellen őket, ugye durság és bogát nevű magyar hadvezéreket. Tehát, hogy lehet, hogy Liutpránc szépíti a történetet, hogy berengárt akarja óvni, védeni, de, de lehetséges, hogy a magyarok megjelenése nem Berengár kezdeményezésére történt, de ha már ott voltak, akkor tényleg felbérelte őket. De sok esetben tudunk arról, hogy, hogy a kényelmetlenné váló magyarokat valamilyen módon le akarják szerelni. Akár egy távoli célpont kijelölésével, mint amilyen majd 942-ben Spanyolország lesz, azt szintén egy itáliai király jelöli ki, mint célpont, aki, hát megörökli persze a magyarok idézőjeles barátságát az, az, előd, az elődjeitől, de tehát, hogy ez is egy szempont, amit azért figyelembe kell venni. Persze Berengárnak érdeke fűződött ahhoz, hogy, hogy a magyarok az oldalára álljanak, de a magyarok sem véletlenül jártak éppen ekkor a megszorult helyzetben lévő Berengár veronája közelébe. Ugye ez egy, ez egy nagyon érdekes probléma, és én azért látom ezt másként, mert a tizedik századról nagyon kevés adatunk van. Tehát az isteni szerencse, hogy van egy létrand, és nagyon szépen el tudja mondani a dolgot. Nincs kontrollforrásunk. mint korai újkoros történész, én azért ismerek hasonló történeteket a 17. századból. Ott van Erdély nagyfejedelme Betlen Gábor, akinek van egy háborúja éppenséggel a magyar királyságban a Habsburg Ferdinánd ellen, második Ferdinánd ellen. És ugye végtelenül kínos mind Betlennek, mind pedig a szövetségeseinek egyrészt a török szövetség, tehát a keresztény Európában egy pogány szövetséges, az katonailag lehet nagyon hasznos, csak nagyon kellemetlen a renomé szempontjából, a hírné szempontjából, nem is beszélve a tatárokról. És az a helyzet, hogy Betlen Gábornak elég közeli kapcsolatai vannak a krimikánság irányába is, és ő képes megmozgatni több ezer embert onnan a magyar hadszintére. És itt már azért megvannak a források, és megvan az a propaganda háború is a valós hadszintéren kívül, ahol egyrészt, ha sikerül elfogni egy betlen levelet, amiben ő tatár vagy török segítséget kér, akkor azt egész Európában köröztetik, hogy lejárassák a Betlent. Betlen pedig végtelen fantáziával talál ki mindenféle magyarázatokat arra, hogy ez miért jó, miért nem úgy történt, a éppen csak arra jártak. Tehát, hogy ez, ez, ez bőven belefér, Tehát, ha valaki ki akarja mosni az itáliai királyt ebből a történetből, hogy ő megrendelte ezt a, az akciót, akkor azt fogja írni a krónikába, hogy véletlenül erre járt. Húsz év után véletlenül erre jártak a magyarok. Sose fogjuk megtudni az igazat ennek kapcsán. Megint csak azt mondom, hogy a politikusok azok politikusok, a saját hatalmuk megóvása a legfontosabb a számukra, és ebbe bőven belefér, hogy Berengárnak egy titkos megbizotja azért benézett a kárpát penencébe és azt mondta, hogy ha éppen arra lenne dolgotok, akkor örömmel látnánk benneteket. Persze ez nem hivatalos szövetségkötés, és nem rendeltünk meg egy akciót Itáliában. Nem fog kiderülni egyik verzió sem. Eh, ahogy azt sem lehet kizárni, hogy a magyarok felderítése nagyon jó, és ez későbbi időszakokból is felfelrémlik, hogy figyelik, hogy hol van konfliktus helyzet, és a konfliktus helyzettel terhelt térségben egyszer csak megjelenik egy jelentősebb kontingens a kárpát medencéből A múltkori adásunkban beszéltünk róla, hogy a magyar hadviselés miért volt különleges Európa számára, és uh, amikor a Kárpát-medencét elfoglaltuk, akkor miért volt meglepően erős a magyar haderő, vagy, vagy mi lehetett a, a, az előnye. De itt a kalandozások kapcsán nem csak erről a tettről vagy a, a hadi uh, előnyökről, hadi technikai előnyökről beszélhetünk, hanem az is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ilyen típusú uh, vállalkozásoknak a megszervezéséhez, egy másfajta tudás kell, mint mondjuk elfoglalni egy országnak a területét. Tehát van egy elit sereg, ugye ezek szerint, akit Európa éppen ide vagy oda fölbérel, vagy éppen itt vagy ott próbálnak adót vagy, vagy zsákmányt szerezni. Viszont mi az a, a, a technika, az a a, az a ö, struktúra, hogy ezeket a hadjáratokat fölépítik. Mitől ilyen ütőképes és gyors a, a magyar ö, felvonulás Európában. Én azért azt gondolom, hogy nem kell ezt túl gondolni. Meg még az sem feltétlenül biztos, hogy ez egy elitsereg. Inkább arra helyezni a hangsúlyt, hogy ez egy mozgósítható katonai erő. Ugye, ha belegondolunk, hogy hogy néz ki, a korabeli európai hadszervezetet a frank birodalom, az valamilyen területarányos fegyveres erőt jelent, hiszen annak megfelelően a szabadok egy része fegyverbe hívható, a, a birtokok alapján lehet lovagokat felszerelni, és mindenkinek megvan a maga területe, és ezek az erőforrások végesek. Ugye ezen már csak a szövetségek seg bevonásával, vagy a vazallusok bevonásával lehet segíteni, ha sikerül ilyen rendszert képíteni. A, a, ezek a régi háborús cselekmények ezek alapvetően mégiscsak a tömegről szóltak. Kinek, hány katonája van ki, hány katonát tud hozni. És hogyha én a szomszédból tudok 500-zal többet hozni, mint amennyi nekem lehetne, akkor lehet, hogy ez az egész helyi erőviszonyrendszert át fogja fordítani. A későbbi példák nekem azt mutatják, hogy ehhez nem kell egy, egy komplet elit hadsereg, ehhez kellenek, nevezzük így, mert így hívják a modern szakirodalomban, katonai vállalkozók, olyan jól nevű vezérek, akikhez szívesen csatlakoznak a fiatal fegyverforgatásra érett alkalmas harcosok a saját közösségükben. Nyilván nekik van meg az a szervezeti, logisztikai háttér, tudásuk, amivel ezt mozgatni lehet. De hát azért nem, ez nem jelenti azt, hogy mindenki, aki megy velük, az egy elit katona lenne. Azok lehetnek kezdők, fiatalok, rosszul felszereltek, bármi belefér igazából. A lényeg az, hogy legyen egy ütőképes magja a csapatnak, aki képes kommunikálni, megbízót találni, ugye a megbízó aztán a vezetőket, akik ismerik a helyi viszonyokat, képes olyan tapasztalt harcosokat fölvonultatni, vagy azért, mert azok is csatlakoznak hozzá, vagy eleve együtt szoktak mozogni, akik már több sikeres vállalkozásban részt vettek, esetleg már van helyismeretük azon a, a területen. Ugye ez azért kétes, kényes, mert voltak olyan vidékek, ahova csak nagy-nagy távolság, időbeli távolságokkal jutottak el, tehát 20 év után már valószínűleg kevesen voltak a csapatban, akik ott voltak az előző vállalkozásban is. És aztán a többi az már von Haus aus, tehát az, hogy sok lovuk van, hogy gyorsan tudnak mozogni, az csak az, amit egyébként is tud egy ilyen csapat csinálni. Csak hát az éppen elég ahhoz, hogy, hogy zavarba ejtse a megtámadott területeknek a lakosságát, és hát amiről a múltkor beszéltünk, hogy csatázni azért ők olyan nagyon nem szeretnek, tehát nem az a cél egy ilyen hadivállalkozással, hogy megütközünk szemtől szembe az ellenféllel, mert az kockázatos abban sokan ott hagyják a fogukat, meg komoly sérüléseket lehet szenvedni, és akkor nehéz hazajönni. Tehát ez mind kerülendő egy ilyen felállásban. Azért ez az nem árt, hogyha sikerül elfogni az ellenséges királyt, vagy olyan módon beszorítani egy várba, megosztva az erejüket, ami, ami ugye történik a németekkel, hogy utána ugye kilenc éves adófizetésre lehessen őket kényszeríteni. Tehát De... egyfajta döntő... Motívum, ha az nem is csata, de azért, azért az, azt keresik. A, Jó, de az egy a... nagy különbség, hogy előzönlöd az ellenfél országát, meggátolod azt, hogy össze tudja vonni a, a katonáit, meggátolod azt, hogy az ellenség királya föl tudjon állítani egy hadsereget, és valóban bezárod egy várba, akit aztán már csak őrizni kell, mert egyébként az ő személyes kísérete az a néhány száz fő, az nem jelent olyan erőt, hogy, feltétlenül a siker reményében mérkőzhetne veled, ha nem sikerül összeszedni a többieket. És hát ezt, ezt, ezt az előzőlős taktikát, ezt nagyon mesterien művelik. Pont ezzel tudják egy csomó esetben elkerülni a, a nyílt színű összecsapásokat, hogy azzal, ha elszigetelik a, az ellenfél országában a megerődít helyeket, ahova ugye behúzódnak a fegyveresek meg a polgári lakosság, akkor Nehéz összevonni aztán ellenük egy ütőképes ö, ö, hadsereget, amivel szembe kéne nekik nézni. Itt is van egy párhuzam a mongolokkal, akik ugye a kis malackáiként emlegették ezeket a vár, várakba bezárt ö, népeket, ö, akik ugye képtelenek voltak aztán arra, hogy ütőképes ellenállást ö, ö, biztosítsanak. Hát a magyarok is vele, hogy így gondolhattak ezekre a, az egységek, vagy ezekre a várba beszorult ugye civil és katonai lakosságra. Említetted, hogy egy-egy vezető vagy vállalkozó köré csoportosulhattak, vagy ők irányíthatták a, a, ezeket a katonai vállalkozásokat. A szájhanyományban több név fölmerül, akikre így a kalandozók hadjáratok alkalmával emlékezünk gondolok itt Búcsúra, vagy Leherre, nekik, vagy, vagy, vagy tudunk-e konkrét olyan személyeket, akiknek ténylegesen voltak ilyen név, név szerint hozzájuk fűzhető hadjárataik, és, és tényleg milyen jelentőségei voltak ezeknek a, a hadvezéreknek? Én azt gondolom, hogy... Ugye Bulcsú azért kilóg ebből a sorból, mert ő egy törzszövetségi méltóság volt, tehát ő az államvezetés részeként volt jelen, és aki mondjuk Bizáncban Patriciusi címet kap, és a császár lesz a keresztapja, az a figura egy, egy nagyformátumú politikai vezető a korabeli viszonyok között. Én nem erre gondoltam, erről majd szerintem, Dani fog beszélni bőségesen, hogy hogy kell az ő, ő világát elképzelni. Én arra gondoltam, hogy a, az ismert, a krónikákban feljegyzett hadjáratokon túl számtalan más harci vállalkozás is történhetett. Ugye, ha csak átruccanunk a határon túlra, nem megyünk el a csendes óceánig, vagy az Atlanti óceánig, hanem csak átmegyünk a határon túlra, és hozunk néhány rabszolgát. E, ahhoz, ahhoz, nem kell egy nagy csapat. Az tizenvalahány lovas is meg tudja tenni. De kell az élére egy olyan tapasztalt harcos, aki csinált már ilyet, és tisztában van a csinyával, binyával. És ugye ez az alapszint, amit valószínűleg heti, havi, éves rendszerességgel gyakorolnak ezek az emberek. Hadd mondjak egy példát, Bizáncból maradt fenn adat, hogy egy 300 fős magyar kontingens, ez már 968, tehát ez már a nyugati kalandozások lezárulta után történt, 300 fős magyar kontingens 500 görögöteit fogjul. Tehát ez is rámutat arra, hogy itt nem csak a kincsek, sőt elsősorban talán nem feltétlenül a kincsek iránti hajsza volt az, ami meghatároztam a, 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 ezeknek a kisebb lélegzetű akcióknak a a, a, a megtervezését vagy a céljait, hanem a, a rabszolga, vagy éppen a házi szolgáknak a, a, a megszerzése. Az, hogy ezzel az 500 göröggel mi lett, azt nem tudom. Ugye a, a közelben volt, mondjuk a Kárpát-medencéhez közel volt a Prágai Rabszolgavásár, ami egy egy híres központja volt az akkori, egyik legjövedelmezőbb üzletágnak, ugye a rabszolgakereskedelemnek, de könnyen el tudom képzelni, hogy a Kárpát-medence nem volt annyira telített lakosság szempontból, tehát hogy ezzel, ebből az 500 emberből ö, ö, a ugye szolgák, szolgák lettek, ugye a rabszolgák. Ugye ez is egy kétirányú folyamat, mert a gyors és biztos pénz, hogyha a hadszíntéren ezeket kiváltják. Meg lehet egyezni a helyiekkel, hogy fizessenek váltságdíjat az elrabolt emberekért az Itáliában. Rendszeres. Rendszeres. És nem rem. csak ott, hanem Németországban és Franciaországban is. Ez az első, ami történik. Tehát igazából a legtöbb adatunk erre vonatkozik, hogy a, a rabszolgák kiváltására. Még a, a, olyanokat is felkeresnek a magyarok, akik, a leg, akik talán nem a legmagasabb rangúak. Családhoz hazaviszik hazaviszik a a, 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 foglyokat. Berengár egyik ellenfele egy, azt hiszem, a bergamói grófot viszik haza, aki önmagát sikerül elmaszkíroznia, és egy köz, közvitézként persze lehet, hogy ez is Liutrannak a, a, hamis beállítása, de minden esetre közvitéznek tartják a magyarok, és hát kevésbé jelentős összeget kapnak érte, de őt is hazaviszik a családjá, a vélt családjához. Így az a helyzet, hogy megint csak a késői párhuzamok segítenek értelmezni számomra ezeket az adatokat. 1657-ben egy komplett erdélyi hadsereg fogságba esik, krimi tatár fogságba esik a lengyelországi hadjáraton, és uh, utána egy évekig tartó hosszú folyamat az, hogy uh, ezeket a foglyokat a tatárok uh, felkinálják kiváltásra váltságdíj fejében és a közembereket is. E, és a nagyon gazdag embereket, azokat pedig, e, hát e, azoknak nagyon magas összegű váltságdíj lesz, tehát hogy nem egy nemesi családtünkre megy ebbe a történetbe. hol vannak addig ezek a foglyok? A krimben. A krimben. E, e, arra nem nagyon van hogy a Kárpát-medencébe hazahoznák őket. Tehát igyekszenek még ott a határon valahol, például egy kirívó eset, amikor Hispániába járnak, és ugye ott állítólag gyorsan szedniük kell a sátorfájukat, hiszen nincs elég legelő terület, gyorsan elfogy az utánpótlás, és, és, onnan távozniuk kell, de arra még van idő, hogy a Barbastrói várnagyot azt ezer aranydénárért, tehát írtózatos, ö, bocsánat, arany, igen, arany tehát írtózatos összegér, amikor már kicsit messzebb mentek a, a hispán területektől, vagy a határvidéken, valahol a, a Pireneusok lábánál őrült összegért tudják eladni egy kereskedőnek, egy arab kereskedőnek, aki persze visszaviszi a, a kordobai emírhez, és ott kétszeres árat kap érte, a, a kiváltott állami tisztségviselőért, de minden esetre, hogyha ez többször megesett, akkor látszik, hogy megérte ilyen vállalkozásokat indítani. A krimitatár példát csak arra akartam felhozni, hogy Látszik, hogy disztingválnak. Tehát az, nincs az az apró pénz, amiért ne nyúlnának le. Tehát a, a szegény diákot is ki lehet váltani, a megfelelő összegért a család akkor azt az összeget állítsak csak. És ott is utaznak emberek, abban, hogy megpróbálják eltitkolni a valódi kilétüket és a rangjukat, mert tudják, hogy akkor hamarabb is olcsóbban fognak szabadulni. Hát, hogy ez egy nagy művészet volt ebben a, a korban. Uh, tulajdonképpen ez is egyfajta kereskedő szellem, hogy hogyan tudod kamatoztatni ezt az emberi tőkét, amit sikerült uh, fölhalmoznod. Uh, és hát azért azt is tudjuk a 970-es évekből, amikor megindul itt a térítés nyugatról, és érkezik egy térítőpüspök, és azt is, hát a kárpát medence tele van foglyokkal, akiket elhúzoltak a Balkánról. Nyugat-Európából. És ugye, megint itt meg a mongol példa segít. Hát egy csomó mesterség és mesterember honosodik meg úgy a mongol birodalomban is, hogy azokat a meghódított területekről viszik el, úgy, hogy egyébként komplet városok lakosságát mészárolják le a mongolok, most a magyarokról nem beszélünk. Kivéve a mesterembereket. Tehát, hogy nagy szükség van a tudástranszfer szempontjából is arra, hogy a foglyokat hazavigyék. De fő embereket sose hagynak életben a mongolok, ha jól emlékszem. hát, ha nem módolnak be. Igen. Az, is egy, az, is egy, másik uh, történet már. Minden esetre ez arra is rávilágít, hogy kicsit talán túl szoktuk értékelni a hazavitt uh, kincs mennyiségnek a szerepét, templomi felszerelés, arany tárgyak, ezüst tárgyak. Ilyesmit nehéz is kibányászni a régészeti leletekből, bár történnek erre kísérletek. Minden esetre meggyőzőbb az, hogy, hogy azonnal pénzét tették az általuk elfogott foglyokat, és inkább a, a, a pénzre utaztak, illetve a pénzben fel lehető nemesfémek jelentették azt a vonzerőt, amit, ami végül is az egyéni szinten a a kalandozókat ö, mozgathatta. Ö, és hát természetesen ilyenek is ter kerülnek elő elsősorban a, a, a magyarországi ö, sírleletek formájában ugye a magyarországi sírokból. Térjünk azért vissza búcsúra uh -huh. és búcsúra, és beszélgessünk róla is egy ö, sort, hogyha már így kiemelted, ö, mint a, az állam ö, szervezet egy. Egy jeles személyét, hogy azon túl, hogy kisebb vállalkozásokba ö, lépnek a magyarok az európai különböző mélység, az európai hadszintérbe, ezekbe a, a hadjáratokba, akkor búcsún keresztül mutassuk be, hogy, hogy egy nagyobb ö, ö, politikai cél az, az hogyan is épül föl, vagy mi is, mi is lehet. Igazából vagy vagy van-e mögötte nagyobb politikai cél? Minden bizonyal van, csak rá, talán általa kevésbé lehet megmutatni. Sajnos nem ismerjük azoknak a vállalkozásoknak a hadvezéreit, akik a 920-as évek Németország elleni hadjáratait vezették. Pedig milyen jó lenne, hiszen ez azért mégiscsak a, a kalandozások orszakának a legsikeresebb ideje. Ez a, amikor ugye sikerül a, a madarász -Henriket a száz hercegből lett német királyt adófizetésre kötelezni sajnos a magyar hadvezérek nevét nem ismerjük. Itáliában ismerjük ezeket a szalárduszt, vagy, vagy ugye durságot és bogátot, akiket ugye megkíséreltek legalábbis egyik, egyiküket, másikukat a magyar, vagy az Árpádháznak a családfáján elhelyezni, de hát ezek elég bizonytalan kimenetelű azonosítások. A, a, bulcsú szintén nem az Árpádház tagja, de mégis olyan méltóságokat, vagy olyan méltóságot visel, ami azért, ahogy János is mondta, a a vezetők, tehát a, a törzszövetség vagy a fejedelemségnek a, a vezetői között e, e, tudjuk elhelyezni. A, a baj csak az, hogy azért a rávonatkozó források is elég későn jelentkeznek. 954-955 az a biztos két e, e, hadjárat, amelyikben ő részt vett. Na most ennek ellenére, hát egy nagyon-nagyon komoly bulcsú kultusz e, alakult ki, amit persze az ő politikai szerepe indokol egyrészt, nem véletlenül nagyon komoly, nagy történész volt, aki ezt a bulcsú kultuszt elindította, Homan Bálint, aki, aki nek a nyomában hát a korabeli szépirodalom is, vagy, vagy népszerűsítő, vagy akár irodalom is, ugye 30-as évek, 30-as, 40-es években bulcsút nagyon a, a, az ászlajára tűzte, vagy központi figurának ö, állította be, vagy a politikai beszédekbe is. A, a Homo megjelenése után Bulcsú egy, egy viszonyítás, igazodási pont van, főleg Bajcsi Zsilinszki-Endre számára egyébként. Ö, ö, vagy vagy Juliár Ferencnek a híres ö, Magyar hadvezérek című ö, munkájába is Bulcsú egy, ott kap önálló fejezetet először. Tehát Bulcsú, mint Magyar hadvezér, ez, ez, ez ide vezethető vissza. A, a beállítás nem egészen állja meg a helyét. Ugye hóman szerint már 937 ben a, a nagyon nagy arányú, nagyon nagy volumenű, Franciaországot is érintő hadjáratnak is ő lett volna a kitervelője, de erre ugye semmiféle tárgyi bizonyítékunk vagy írásos forrásunk nincsen. Ő azt írja egyszerűen, hogy a a, a vállalkozás méreteiből fakadóan ez bulcsú kézjegyét viseli magán ez a hadjárat, tehát más nem is lehet ennek a kitervelője. Noha, azt is tudni kell, hogy ez a 37. évi háború, ez, ennek a, az eredeti célpontja nem Franciaország volt, ugye amikor az óceánt is megpillantják a magyarok, Akvitániába is harcolnak, és Itálián keresztül térnek vissza. Ez az első olyan hadjárat volt, ami az új, szintén nagyon energikus német királyt, első ottót akarta megtörni, aki frissen lett ugye, király az apja a halála után, de e, már felkészülten várták a magyarokat. A korábbi e, e, stratégia, amely arra irányult, hogy nyugatról betörve, meglepetést okozva e, e, törjék meg a, a német királynak az erejét, ami korábban sikere járt. 933 ban már nem, 926-ban még igen, az most 937-ben is kudarcot vallott, és a magyarokat Otto a rajnán túlra üldözi. Tehát ez egy kényszerű döntés volt az, hogy át kellett kerni a rajnán, és itt hát a gyorsaságuknak köszönhetően nyilván a franciák nem voltak arra felkészülve, hogy kikkel kell szembe nézniük. Gyakorlatilag szabad szabadon garázdálkodták végig francia, a francia területeket. Most ezt sokan úgy próbálták magyarázni, sokan, vajai csak ez egyik legfontosabb kalandozásokkal foglalkozó történész volt. Ő ezt úgy próbálta magyarázni, hogy hát a karolingok hívására érkeztek a magyarok, a, ugye ekkor nem karoling uralkodó uralkodik a, ugye a nyugati frank királyságban, most már nevezhetjük francia királyságnak is, és, és a, a a trónjukat vesztett karolingok, illetve híveik próbálnák a magyarok behívásával ezt a, visszaszerezni a trónjukat. De hát ugye az ismertetett előtörténet fényében, és ugye más szempontokat is figyelembe véve, például azt, hogy a karolingok hívei is áldozatul esnek ennek az akciónak, sőt leginkább ők, például a Reimszi érseknek a birtokát keresztül kasul dúlják a magyarok ekkor. Hát finoman is kétségessé válik ennek a beállításnak az értéke, hogy most mennyire a karolingok hívták volna be őket. Minden esetre a bulcsú részvétele nem igazolható ebben a hadjáratban. Ami pedig a 954-et illeti, ez, ez, ez mindenképpen bulcsú vezetésével ment végbe és azt is tudjuk, hogy ugye 1954-ben ugy Lotharingia, Németország, Lotharingia és ugyanúgy ez a nyugati visszatérés Itálián keresztüli visszatérés valósul meg, tehát ez is egy nagy szabású de szintén a kényszerek hatására megválasztott úti cél és, és állomások jellemzik ezt a hadjáratot is de erről még beszélhetünk később, annyit még, akarok, annyit még hozzá akarok fűzni, hogy Bulcsú nem csak nyugaton, hanem a Balkánon is vezet hadjáratokat, tehát ez is egy, hogy mondjam, törszövetségi vezetőnek a profiára val, hogy nem csak nyugaton, hanem délen is. Noha az ő szállás területe az ugye ahogy a későbbi krónikák, illetve a helynévi anyagoknak a bizonytalan tanúságából ezt ö, következtetni tudjuk, az inkább a nyugat Magyarország, a Balaton környéke. Nagyon nagy jelentőségű, hogy Konstantinápolyba ö, annyi más barbár vezető után ö, egy magyar is megfordul, és ez ez... Ö, Hosszú évszázadokon keresztül, mintha ismételné magát a történelem, akár a Krimben, vagy a, a, a Fekete-tenger északi partvidékén megjelenő ö, sztyeppei vezetők, akár arab vezetők, akár ö, mások. Hogyha megjelennek Bizáncban, az mindig arra utal, és megkeresztelkednek patriciós irangot nyernek, az arra utal, hogy a Kárpát-medencében, vagy bocsánat, az anyaországban úgymond, adott, most ebben az esetben a Kárpát-medencében valami nincs rendben. Tehát valamiféle hatalmi megosztottság lépett föl, és, és Bizánc ezeket szokta kihasználni, és ekkor hív be, ő, hívja meg a, az ő érdekeit szolgáló, vagy látszólag annak a szolgálatára alkalmasnak tűnő, vagy arra hajlandónak mutatkozó vezéreket. Hogy most búcsú esetében is ez történt-e, hát ez kérdés, mert a kárpát medencéből belső keletkezésű források természetesen nem állnak rendelkezésre. Minden esetre van búcsúnak egy kortársa, a Gyula, vagy Gyula, aki aki szintén a bizánciak támogatását fogja élvezni, és és úgy tűnik, hogy ő benne jobban is bízhatnak a, 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 a bizánciak, mint Bulcsúban. Bulcsú folytatja, hiába keresztelkedik meg, hiába válik a, a keresztapjává Biborban született Konstantin, ő folytatja a balkáni területek fosztogatását, az adóztatását, nem bizonyul hűszövetségesnek. Tehát Bulcsú egy egy, egy mindkét fronton jelenlévő komoly törzszövetségi vezető. Nem véletlen, hogy, hogy a, az, az ő megölése 955-ben, ugye a, az Augsburgi csata után, ez, ez nagyon súlyos ö, ö, csapás a magyar törzszövetségre, fejedelemségre nézve. És hát a hírt a bizánciak is számon tartják, akik ugye kicsit csalódtak a védencükben, mert ezt tudjuk, hogy... Gratuláló levelet írnak első Ottónak, hogy, hogy ö, ö, maguk is örülnek az eseménynek, tehát, hogy ne És ugye nem felakasztásként ábrázolják egyébként. A, van egy nagyon jó ö, ö, reprodukció, úgymond, most csúnya szóval élve, ez persze néhány évszázaddal későbbi ott, ott egy póznára húzzák fel bulcsút, tehát hogy nem az akasztás általunk megszokott képe látszódik ott, hanem egy póznára húzzák fel. Ez volt a korban a, a, az eljárás, úgymond az akasztásnak a, a kivitelezése. Említetted a korábbi vagy más barbár hordákkal való, vagy barbár vezetőkkel való párhuzamot. Én azt gondolom, hogy számunkra mindig is fontos kérdés ezt a párhuzamot boncolgatni, de de amennyire én ismerem a, a európai történetírásnak erre a kérdésre vonatkozó Ö, álláspontjait, a hun és a magyar ö, úgymond ö, kalandozó hadjáratokat, vagy, vagy hát a hunoknál ezt Atilához köthető hadjáratokat ö, valamilyen szinten mégis ők is párhuzamba hozzák. Milyen mondai vagy, vagy valós ö, párhuzamokat tudunk itt a két ö, időszakról? Hát az bizonyos, hogy a, hogy a tizedik századi magyar hadjáratok azok, hát úgymond katalizálták a hun hagyományoknak a megszületését is. A, a hunokat ugye, vagy bocsánat, a magyarokat nagyon hamar azonosítani kezdenek a hunokkal. Ez azért nem véletlen. A magyarok elődeit, az avarokat is rendszeresen és következetesen hunokként tartják számon a, a ez ugye köztudott, a, a, a frank források. És hát a a magyar támadások, amik sokszor ugye kolostorokat érintenek, sokszor városokat fenyegetnek, ezek nagyon gyorsan összekötődnek a, a történeti emlékezet, a nyugati történeti emlékezet számára azért hosszú távon mégiscsak ö, kiemeltebb, ö, fajsúlyosabb Attilának a, az alakjával. Tehát erre vannak jó példák. Az egyik ilyen, az Modena városa, ugye Itáliában. Ugye, én úgy tudom legalábbis, hogy Modenáig már Attila az Itália hődéráta során már nem ütött el. Mégis Modenában egy, egy, egy nagyon komoly hun hagyomány indul el, ami nagyon könnyen visszavezethető a várost. Talán a város nem elpusztító, de a város környékén nagyon komoly nyomokat hagyó magyaroknak a támadásában. Ugye a Nolantolai monastor, az a, az a Karoling Itáliának az egyik legkomolyabb íróműhelye a leggazdagabb monastora volt, és ez ezt a, itt, itt leölik a szerzeteseket a magyarok, ez nincs mit szépíteni. fonódik nagyon gyorsan a, a, az Attila hagyomány, ami Itáliában amúgy is nagyon termékenynek bizonyul, és, és a magyar kalandozás. A másik példa az a, a 11.000 szűz ugye Szent Orsolya és a 11.000 szűznek a mondája, ami ugye ezek a kölni szűzek, ez is a 10.-11. században ö, ö, megszülető legenda. Ez ö, ugyancsak ö, egy olyan hagyományra vezethető vissza, ami a magyarokhoz köthető, a gereszhelymi apácáknak a kölnbe költöztetésé ez kapcsolódik, és róluk egészen bizonyos és bizonyítható, hogy, hogy, hogy a magyarok áldozataival lettek. Állandó kölcsönhatásban van egymással a magyar és a hun, hun hagyomány, ez is, ez is ezt bizonyítja. Tehát a kettő néha nehezen elválasztható egymástól a középkor évszázadaiban, a tizedik századtól kezdve egyébként. Ami még szerintem itt egy nagyon fontos kérdés, főleg a legelső témánk tekintetében, illetve annak a tekintetében, hogy a 47 hadjárat, aminek jelentős része sikerrel, vagy legalábbis szakmány szerzéssel zárult. Ennek tükrében érdekes kérdés az, hogy miért is lett ennek a, az időszaknak vége, vagy mi, mi az a, az a ö, folyamat, ami Európába, vagy, vagy itthon a Kárpát-medencébe átalakítja az életet, és, és ö, megszűnnek ezek a hadjáratok. Én ezt egy picit másként látom. Ugye valóban van egy szünet ebben az időszakban, és ez... ez ö, magyarázható úgy, hogy, hogy megváltoznak a külpolitikai viszonyok. Ugye megszilárdul a német királyság, megalakul a német római császárság, ami azt jelenti, hogy az összes olyan nyugati terület, amin keresztül a kalandozó hadjáratok el tudták érni Európa nyugati felét, az egyetlen egy uralkodó hatalma alá kerül, és egy olyan fajta sokkal erősebb központi hatalom születik ezen a területen, sokkal nagyobb katonai potenciállal, mint bármikor korábban, amit a magyarok ismerhettek, megláthattak. De ez azért jól látszik, hogy ezt a nyugati irányú vállalkozás sorozatot, ezt Otto és az ő új állama szünteti le, szünteti meg, illetve zárja le az utakat, amik nyugatra vezettek, hiszen ennek az egész vállalkozás sorozatnak a lényege a széttagoltság volt hogy mindig vannak ellenérdekelt felek, akik mellé oda lehet állni, eh, hogy külön-külön mindenki gyengébb, mint a megjelenő eh, magyar hadsereg, és hát ezt katonailag is, meg politikailag is átrajzolta a történelem a 10. század közepére. Tulajdonképpen erre tesz pecsétet az Augsburgi vereség, és az azt követő politikai fordulat, hiszen eh, megint csak ahogy már sokszor elmondtam, a politikusok csak politikusok, van a Habsburgi veresség, és rá másfél évtizedre a magyar nagyfejedelemség, az Árpádok az új német római állam felé fordulnak, egy szoros szövetségi viszonyt építenek ki, és hát amit nem szoktunk hangsúlyozni, de azért ez egy fontos része a történetnek, ugye, hogy nem az történik, hogy a németek a győzelem után megtámadnak bennünket, hanem az történik, hogy a német-római e, császár egy közeli rokonát, egy bajor hercegnőt hozzáadnak majd e, Vajkhoz, a későbbi Szent Istvánhoz. Na most e, az nem volt egy jellemző dolog, hogy a német-római császári ház és az sűrűn épített volna a rokoni kapcsolatokat e, akárkivel Európában. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű dolog, tulajdonképpen e, egyfajta elismerése a magyar nagyfejedelemség, a, a születő keresztény magyar királyság hatalmi pozíciójának a térségben. Tehát, hogy a két legerősebb hatalom fog itt össze ilyen formában. Na de, azon túl, hogy valószínűleg van egy csomó belső konfliktus a kárpát medencében aminek köszönhetően Géza és István kiemelkedik ebből a történetből, és Istvánnál már tudjuk, hogy ezek a belső konfliktusok, ezek újabb és újabb hadjáratokat jelentenek különböző Bizonytalan státuszú vezetők ellen, akiknek a területeit aztán mind a Keresztény Királyságba sorolja. Amikor ez a zűrzavaros időszak véget ér, és az államépítés véget ér, onnantól kezdve nem kalandozásoknak hívjuk őket, hanem dinasztikus célú hadjáratoknak. De a magyar katonai elit ugyanúgy jár külföldre, mint korábban, évszázadokon keresztül. E, Halicsba, Lengyelországba, a csehekhez, Ausztriába és nem véletlen az, hogy a magyar krónikás irodalomban az összecsapásokról szóló beszámolók azok rendre úgy végződnek, hogy és egy harcos sem volt ott, aki megne volna. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a hadviselők szempontjából ez egy kis változás volt, hosszú szünettel, de onnantól kezdve, hogy konszolidálódtak a belviszonyok és megszületett a keresztény magyar királyság. Ez a fegyveres erő, ez ismét alkalmassá vált arra, hogy a térségben a határokon túl tevékeny, tevékenykedjen, és hát azért látszik, hogy a célok azok nem nagyon változtak meg, tehát továbbra is egy összefüggő befolyási övezet kiépítése volt a, a célja az árpádoknak. Több-kevesebb sikerrel oldották ezt meg a későbbiekben. De például a Balkán a, a sora az azt mutatja, hogy hogy ez egy működőképes konstrukció volt a későbbiekben is. Csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy azért sok mindent nem tudunk. És érdekes módon a, a kalandozásokról vélhetően ott maradt fönn a legkevesebb forrás, vagy viszonylagosan kevesebb forrással rendelkezünk, amelyeket az azért a leginkább sújtott. arányaiban mondjuk a Bajor területekről, sokkal kevesebb monostor, később már ugye az évkönyvek is ott megszűnnek, tehát sokkal kevesebb monostornak a hagyományáról tudjuk, hogy ott ugye magyarok jártak. Valószínűleg ez lehet a helyzet azért a Balkánon, illetve ki tudja, az északi területen, Ken is mondjuk Lengyelország területén, bár Szokták mondani, hogy, hogy hogy, hát arra nem kalandoztunk, de csak azért mondhatjuk ezt, mert nincs róla forrás, hiszen a, a lengyel ö, fejedelemség, nem tudom pontosan, hogy mi a helyes kifejezés ebben az esetben, minden esetre nem rendelkezett azzal az írásbeli kultúrával, amivel egy lotaringia. Egyszer ott jártak a magyarok, nem érdekforrás keletkezett róla. Itáliában, ugyanez a helyzet, bár Lotharingja talán azért jobb példa, mert ott tényleg meg tudjuk mondani, hogy évre pontosan, mely elég ritka esetekről van egyébként szó, szóval két-három alkalom, amikor valóban áldozatul estek ott monostorok, kisebb városok, és a források na, tucat számra jönnek elő. Lengyelországban nyilván nem fog előjönni ilyen forrás, mint ahogy a Balkánon sem fog előjönni ilyen forrás, vagy Dalmáciában sem fog előjönni ilyen forrás, pedig adott esetben ezek is olyan célpontokat jelenthettek, amelyek a magyarok számára vonzóak voltak. Tehát csak ennyit akartam mondani, hogy ez is egy szempont, amit azért figyelembe kell venni. Az látszik, hogy a és szerintem erre még a Dani vissza fog térni, az állami szintű koordináció kapcsán, hogy állami szintű koordináció valószínűleg a tizedik század közepe után hosszú ideig nincs ilyen vállalkozásoknál, tehát az állam már nem vezet ilyen e, vállalkozásokat, de ugye ne felejtkezzünk el róla, hogy ez a jéghegy csúcsa, ami a forrásokban látszik, tehát hogyha egy társadalom erre volt berendezkedve, akkor a idézőjelben magánvállalkozásokat e, semmi nem fogja leállítani azokon a közeli területeken, amiknek sokkal rosszabbak a forrásadottsága. Ugye a, a lengyelek esetében az a helyzet, hogy két adatunk van a majdani lengyel területekről, 10. századi bizánci forrásból, ami ezt fehér horvát területnek hívja, mi krakó és környéke a Kárpátoktól északra. Ugyanabban a munkában található mind a két állítás. Az egyik állítás az, hogy a, a magyarok és a fehér horvátok jó viszonyt ápolnak egymással, a másik állítás meg az, hogy a magyarok többek között a fehér horvátok területeit is rendszeresen prédálják. Na most én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon kevés változás történt, tehát ahogy a krimi tatár több évszázadon keresztül a krimi tatár betörések esetében nem fogjuk tudni megmondani, hogy milyen ukrajnai, meg lengyel falvak tűntek el a földszínéről egy-egy ilyen támadás után, mert senki nem jegyezte föl őket, és hogyha valami jelentősebb várost vagy éppen egyházi intézményt nem érintett a támadás, akkor tulajdonképpen ez a szó szerint elszállt a levegőbe a füsttel együtt. Ugyanez a helyzet itt is. Az, hogy még a 1960-as években, amikor a rusz vezére Sziatoszláv a Balkánon próbál berendezkedni, és van egy bizánci háború elsősorban közte, de, és a bizánciak között, de úgy tűnik, hogy azért az ő oldalán ott mindenféle koalíciós partnerek, besenyők, türkök is feltűnnek. Ez azért arra utal, hogy látens formában jelen lehetett valamiféle magyar katonaság ebben az időszakban, ezekben a vállalkozásokban, még akkor is, hogyha egyébként most látjuk, hogy a, a magyarok alapvetően bizánc szövetségesei voltak, tehát mondjuk bizánci viszonylatban ezek a támadások az anomália kategóriába tartoznak hosszú távon, és sokkal inkább az együttműködés és az a jellemző, akár bizánci zsoltban, bizánci szolgálatban is. Még talán arra csak eszembe jutott minden érdekesség, hogy, hogy mennyire lehet kimutatni Európában azt, hogy, hogy mekkora kárt okozott a magyar kalandozás, ugye a magyar kalandozó hadjáratok hosszú távon mondjuk települések elpusztulása. Uh, ahogy az sokáig, ugye egy évszázadon át minden esetre uh, azt, azt hirdették, hogy a vikingek is és a magyarok is micsoda uh, jelentős uh, a fejlődést visszavető uh, károkat okoztak Európában. Na um, most ilyesminek, legalábbis régészeti úton, a nyomát nem nagyon lehet kimutatni. tehát uh, az, hogy néha oda mentek és elvették a, a nemesfémeket, nem okozott mondjuk a település hálózatban olyan fajta pusztulást, mint hogyha egy, egy, módszeres letarolása történt volna. Mint a, a, a mongolok, jártak, mint a mongolok jártak volna ott, így van. Tehát egyedül egy helyen, és ez az érdekes, a mai ugye kelet, észak-kelet Itália, ugye fri, Friuli tartomány, környék, ez Szlovénia, az a szlovén határvidék az, ahol talán, azt szokták mondani, hogy talán ott, a, a, ott már van elég forrás arra nézve, a korábbi időkből, a magyar kalandozások előtti időből, ahol csupa latin név szerepel, a magyar kalandozások után pedig megjelennek a szláv helynevek azon a vidéken, ezen a keleti itáliai területen, esetleg összefüggésbe állhatna a kettő, tehát, hogy itt újra kellett telepíteni azt a vidéket. Érthető lenne, hiszen a magyar felvonulás ugye rendszeres volt azon a területen, mint ahogy ugye Bajorország, vagy Bajor hercegség, ugye az Ostmark, amiből később az Ostmark kiválik, ugye Ausztriának a keleti része is egy hasonlóan elnéptelenedett vidék volt, ami a, a kalandozások lezárulása után telepedett újra. De ott korábban is, ugye, német telepesek éltek, mint ahogy ugye Pannoniában is, ugye, a keleti részén, a Karoling Pannóniában. Azt gondolom, hogy azért nehéz kérdés ez, mert pro és kontra is vannak adatok és érvek, és nincsen statisztikai mennyiségű adat. Tehát egyrészt a régészek azt mondják, hogy például a mai Morvaország területén ott bizony meg lehet fogni a folytatás nélkül elpusztított morva településeket, ahol még a Nyílhegy is benne van a, a gerenda várfalában. A másik oldalon pedig volt ez a híres-neves 942-es hispániai kalandozás, ahol Katalóniában templomok és egész kolostorok egész sorra vallotta azt, hogy hát őket a őket a magyarok pusztították el? Hát, nem egészen így van. Bocsánat. Egyetlen egyről tudjuk, hogy pont a magyarok. Ott is ungulisznak van nevezve, hát, hogy azok a magyarokat jelzik-e. Én elhiszem. De igen. igen, de ide akarok kiukadni, és aztán a vizsgálatok kiderítették, hogy a rostán egy darab maradt. fel. Ja, igen. Jó. Tehát, hogy a, hogy a történeti hagyomány, ami igyekezett, utólag sok mindent a magyar kalandozók nyakába varni, az nem bizonyult megalapozottnak. De ez már a 20. századi történelmi hagyomány, mert a középkorban senki nem gondolta, hogy azt a, az, a, az a egy nyári kis hadjáratnak köszönhető, július, június-júliusi hadjáratnak, 942-ben a, a, azoknak a tényleg nagy mennyiségű spanyolországi monostoroknak az elpusztulása. Ugye ezeket újjászentelési adatokból tud, ismerjük, tíz évvel később újra szentelik az adott templomot, vagy monostart, de hát határvidék, hát a katalónia és a keresztény világ és az arab világ közötti határvidék. Hát nem biztos, hogy a magyaroknak köszönhető az a pusztulás, ami ott, de viszont nagyon kényelmes dolog, kényelmes, dolog. kényelmes dolog, egy messziről jött, soha nem látott, és végleg eltávozó ellenség nyakába varni ezt a, a dolgot. Tehát azt gondolom, hogy az, abban van egy geostratégiai és politikai ráció, hogy mondjuk a, a Magyar Törzszövetség a nagyfejdelemség peremterületein kialakul egy gyöpővidék, egy többé-kevésbé lakatlan zóna, és ezt valószínűleg a magyarok elő is segítik. Tehát például Morvaország egyes területei azok ebbe esettek bele, vagy ennek esettek áldozatul. E, ami ezen túl van, hát az, az, egy csomó esetben ugye szenvedhet kár, de könnyen gyorsan újjáépíthető a falvak esetében. E, valóban nagy városokat pedig nem pusztítottak el. A... Kivéve ugye Páviát, de az, az egy különleges eset. És Mesél, el. Hát ő ugye 1924-ben Berengár, szintén Berengár hívja be a magyarokat, ugye, de ő ekkor már nem él, állítólag. Az egyik forrás szerint persze igen, Liut szerint már nem, ő, tehát ő er, ebben a kérdésben már nem érintett, de 924. Ő, márciusában a magyarok ő, körbeveszik Pavia városát, ugye ez az itáliai királyságnak a fővárosa, tehát a, a a, a Lombard királyok trónja, illetve vaskoronája az itt található, és itt koronázzák meg az italiai királyokat. akkor korban, ma már talán kevésbé jelentős város, talán kevésebben ismerik, de mégiscsak a, a, az egyik leggazdagabb, és templomai számát tekintve és egy nagyon kitüntetett területe, vagy városa Észak-Itáliának. Nem egyezkednek a magyarok, vagy legalábbis hosszú ideig nem egyezkednek, és, és hát a gyújtó nyilaik segítségével, meg nyilván a kedvező széljárást is kihasználva, felgyújtják a várost, ahol több püspök lehet menedéket, a gazdag polgárság kétségbeesve próbálja a nagyobb, egyre nagyobb és nagyobb összegekkel a magyarok jó indulatát megszerezni, de sikertelenül. Úgyhogy csak akkor kötnek egyességet, amikor már a város leégett, és, és a nagy része elpusztult. Tehát 44 templomból kettőről feltételezzük, bár Flodoárd, aki nem Liutbrand, egy kontrollforrás, egy kortás kontrollforrás Franciaországból, bár persze a hírek a terjedésükkel ugye változhattak. Meg, tehát, hogy ő azt mondja, hogy 44 templom pusztult el, és hát ezt a későbbi adatok is, mint igazolnák, mert 924 előtti oklevél, ami azért egy ilyen komoly városban, ritka Itáliában, csak két templomból maradt fönn, vagy két egyház intézményből, és mind a kettő a város északi negyedében található, amit talán jobban megkíméltek a lángok. Tehát, hogy ez, ez egy érdekes egybeesés. Ez, ez, ez sok szintén. Tehát ugyanaz, ami 899-900-ba érte Itáliát, első Berengárt, az a sok most megismétlődik. Berengár halálakor. Azért az időzítés sem véletlen, azt hiszem. Hogy az új király is talán vegye figyelembe, hogy a magyarokkal érdemes számolni a jövőben, és hogyha szeretné a, ezt a jó viszonyt föntartani, akkor emlékezzen, hogy mi történhet. Tehát, tehát volt olyan, hogy városok pusztultak el. Egy. 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 De azért ez a legkomolyabb, hogy azt mondjam. Tehát ez olyan, mint a World Trade Center, vagy, meg a New Yorki eset. Most nagyon fognak utálni nyilván ezért a hasonlatért. De kicsit kívül ez egy a, szimbolikus akció. Szimbolikus akció. Szimbolikus akció. És, és azért innen ebből azért nem nehéz tovább lépni, hogy, hogy, talán nyilván szoktuk mondani, hogy a magyarok kerülték a, a, a nyílt a sisakos küzdelmet, vagy a, a, közvetlen csatába bocsátkozást. Nem is volt ta, talán ilyesmire szükség, hogyha a félelem már önmagában megakadályozta azt, hogy, hogy vagy, vagy el, elé lehetővé tette, hogy, a, hogy, erőszak nélkül úgymond behajtsák azt a védelmi pénzt, amire, amiért elindultak. És ilyen emlékek azok azért hozzásegítették ahhoz a magyarokat, hogy, hogy megkapják, amire szükségük van. De hát lehet vitatkozni velem nyilván ebben a kérdésben. És akkor talán az is, arra is választ kapunk, hogy miért indultak el olyan kevés nyilvesszővel, ami nekünk olyan kevésnek tűnik, ami a mongolok esetében három tegez, az ez a 70 nyilvessző lehet, vagy 80, nem tudom, 60. Talán nem kellett mindegyiket kilőni. Csak az állami hadjáratokkor, úgymond, idézi állami hadjárat, ami mondjuk a németek a, a németekkel szembeni hadviselést határozta meg, ott voltak ö, csaták, és ott, mintha a magyarok is jobban törekedtek volna, hogy legyenek ilyenek, ö, vagy legalábbis valami döntésre vigyék a, a, a konfliktust. Ö, akár amikor a 938-ban volt az utolsó ilyen, a 1955. évi ö, hadjárat előtt, ö, amikor, amikor ö, a, ezt a rendszeres adót kívánták ugye ö, újra rákényszeríteni a németekre, sikertelenül. A, bocsánat, az jutott eszembe Páviáról, hogy ö, ugye a, az Aranyhordának, tehát a kelet-európai mongol utódállamnak volt egy nagyon komoly meccse ö, Moszkvával és a orosz fejedelmekkel. És hát ez a, ez a meccs nagyjából arról szólt, hogy fizetnek-e nekik adót az oroszok, úgy, ahogy az aranyhordának fizettek. És hát Moszkva felégetése az abszolút a repertoár részét képezte. Tehát a meggyőző erőt azt, azt, ilyen módon lehetett kifejteni ott is, hogy, hogy meg, megfélemlítették a, az engedetlenkedő adófizetőt. És akkor az erőszakot is mederbe lehetett tartani, ha már itt ezzel kezdtük a beszélgetést. Így a beszélgetésünk végén ö, hogyan összegeznétek ezt a, a szűk száz évet, ami a kalandos, kalandozásokat ö, ö, fölöleli. Az államszervezet... Megerősítése szempontjából, illetve a másik kérdés, amivel indítottam, hogy a hagyomány szempontjából, vagy hagyomány szerint ez egy dicsőséges korszak. Ezt, ezt hogyan értékelitek ti? A hát, dicsőséges korszak, de azért egy kis kognitív diszonancia van ebben, azért ö, ö, ugye az önképünk szempontjából egyrészt dicsőséges, és ez már a középkorban is így volt. Tehát dicsőséges haditetteket hajtottunk végre, de mégiscsak csak a már keresztényé váló magyar királyságban is ezt némi ambivalenciával kezelték. Hát igen, azok az idők, amikor a magyarok úgy szomjazták a vért, mint a, mint a piócák, és, de hát hogy tudtak volna annyi szép földet venni maguknak, írja anonymus, hogyha nincsenek ezek a, ezek a hadjáratok. Tehát érzi azt, hogy egy keresztény milliőben ez már nehezen eladható dolog, de azért a dicsőség az, az, az egy, egy fontos szempont számára is. Tehát ambivalencia, és ez ugye a 20. századi értékeléseket is nagyon átítatja, tehát most akkor céltalan rablóhadjáratokként tekintsünk rájuk, a magyarok tényleg csak a vért szomjazták-e, vagy tényleg csak a, a a zsákmány volt az, ami ö, mozgatta őket, vagy pedig egyfajta állami ö, funkció, bocsánat, egy, az állam funkcionálásának, működésének egy jelensége, mert állunk szemben itt a kalandozó adjáratoknál. Azt gondolom, hogy az utóbbiről van szó, tehát igenis itt egy... Ö, ö, mondjuk úgy magasabb szempontokat is figyelembe vevő az állam életében egy fontos szerepet be, ö, játszó ö, eseménysorozatról van szó, aminek a legfontosabb célkitűzése a, a rendszeres adónak a kikényszerítése volt. Ö, ami persze párosult néha a, a Zsold, kikényszerítésével is, mármint, hogy európai hatalmasságok zsoldjába álltak volna a, a magyarok, és igenis a, a személyes szinten a zsákmány megszerzése is egy, egy fontos motiváció volt, de azért mégiscsak a, ezeknek a hadjáratoknak az elindítását főleg a német területekkel szemben, illetve Bizánccal szemben is talán 934 után egy-két évtizeden keresztül a, a, fejedelmi központból határozták el, és innen indultak ezek a hadjáratok. Én azt gondolom, hogy érdemes még egy pár szót szólni erről az ambivalenciáról. Ugye sokak számára ez egy nehezen megemészthető korszak, tehát egyrészt a katonai sikerek az, hogy fél Európa fél tőlünk, ez a, a, dicsőség és a jó érzés. Tehát ez a magyar gloár. A másik oldalon meg ugye vannak ezek a megjegyzések, hogy de hát az, az nem lehet, hogy ártatlan embereket öljönek magyar harcosok, mert magyar harcos nem teszi ilyet. Az nem lehet, hogy zsákmányért menjen háborúzni magyar harcos, mert magyar harcos nem teszi ilyet. Van egy olyan etikai kódrendszer a fejünkben, ami egyébként nagyon európai, nagyon keresztény, semmi köze nincs a történelmhez, se a mi történelmünkhöz, se az európaiak történetéhez, a nyugat-európaiak történetéhez, e, és én azt gondolom, hogy ezt az etikai keretrendszert ezt, ezt félre kéne tenni, amikor a kalandozásokról van szó, mert amit a magyarok tettek, a mi őseink tettek a században, Európában az nem különbözött attól, amit a korabeli európaiak tettek, Európában, amit a frankok tettek, amit a skandinávok ősei tettek. Ez ugyanaz a mező, ugyanaz a cselekvési tér, nagyon hasonlóak a, a reakciók. És én nem gondolnám azt, hogy most Skandináviában, Svédországban, Dániában vagy Norvégiában nagyon komoly lelkiismeret furdalást okozna az bárkinek, hogy az ő őseik között voltak olyanok, akik a brit szigeteken békés szerzeteseket gyilkoltak időnként, mert a saját kultúrájukban, a saját korukban ez egy elfogadott, bevett dolog volt. Nyilván a keresztény világ szempontjából ez, ez mondjuk anomália, hiszen a szent helyek azok valamilyen védettség alá estek, de hát akik ezeket tették, azok nem voltak többségében keresztények, tehát hogy az ő számukra ennek meg nem volt kitüntetett jelentősége. És ugyanez a helyzet velünk is. Tehát el kéne vonatkoztatni a fejünkben azoktól a modern normáktól, amikben mi a nemzetről gondolkodunk, meg a, a jóságról, meg a különböző pozitív vonásokról, e, és azt mondani, hogy a maguk korában azok az emberek, akik ezeket a hadiratokat végrehajtották, a maguk normái szerint cselekedtek. Egyébként a mi közösségünknek ez valószínűleg a hasznára vált. Egyrészt az is, hogy Belevágtak ebbe a folyamatba. Másrészt, meg az is, hogy véget ért ez a folyamat, mert tulajdonképpen látszik, hogy ennek köszönhetően tudott megszületni aztán egy erős, központosított keresztény királyság, ami hát azt gondolom, hogy a magyarság fennmaradását és továbbélését Európa szívében nagyban meghatározta, ahogyan erről már szerintem korábban is volt szó. Köszönöm szépen a beszélgetést Jánosnak és Dánielnek. Hallgatóinknak pedig a sorozatunk további részeit ajánlom a figyelmébe, ugyanis a magyar hadtörténelem jeles pontjain folytatjuk majd kalandozásainkat. Viszont halásra, viszont látásra. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.